A hideg időjárás ellenére is népszerű a jégpálya. Király Zánik Zsuzsa szerencsés időben siklott a jégen, hiszen ő volt a 12.500. vendég a jégpályán. Zsuzsát Horváth Rihárd polgármester köszöntötte, aki bögrével, emléklappal és 3 alkalmas belépővel ajándékozta meg a lányt. A nyertes elmondta, sok jó élménye kötődik a jégpályához. Én már gyakran már elhatároztam, hogy szeretnék rendesen megtanulni korcsolyázni, és ez itt most egy jó lehetőség, itt van ez a jégpálya. Valahol anyukámat végre sikerült elrángatnom korcsolyázni, közel 50 éve nem volt korcsolya alá menni, és újra végre pattant, és ez nagyon jó élmény volt neki is, meg nekem is. A jégpálya sokak számára nyújt sportolási lehetőséget, például Kovács Zói is nagyon szeret korizni a 60-i jégen. De nagyon jó itt lenni. Szeretsz itt lenni? És mikor tanultál meg korcsolyázni? Hát, már rég. Horváth Rihárd úgy gondolja, a családbaráti egyárak is nagyban hozzájárulnak a pálya sikeréhez. Az a fajta családbarát díjrendszer, amelyet bevezettünk erre a szezonra, az úgy néz ki, hogy megfelelő és kellő sikernek örvend, hiszen egy újabb rekordot állítottunk be itt a 60-i műjégpályán. Azt kell mondjam, hogy tavalyhoz képest 4 nappal előbb köszönthettük a 12.500. látogatót itt 60-ban a műjégpályán. A 60-i jégpálya továbbra is várja a téli sportok szerelmeseit, januárban pedig amatőr hoki csapatoknak szurkolhatunk a 60-i jégen.